Gyomorkeserű, vodka, whisky, pálinka, likőr, vermut, rum, gin, brandy. A többi közt ezek forgalmát vizsgálták a szakértők 2020. decembere és 2021. novembere között Magyarországon. A kimutatások alapján hazánkban az értékesített mennyiség 12%-kal nőtt, eszerint 219 ezer hektoliter égetett szeszt vásároltunk hozzávetőlegesen 124 milliárd forintért az adott időszakban. Dorotovics Miléna pszichológus szerint a vizsgált időszakban a járványhelyzet miatti bezártság következtében is megnőhetett az általános alkoholvásárlási kedv Magyarországon. Ennek egyik oka lehet az, hogy olyan hangulatmódosító szert, mint például az alkohol, könnyebben elővettek az emberek, hogy egy kicsit elszakadjanak ettől a mindennapi monotonabb életstílustól, amit most fel kellett, hogy vegyünk. Mert hát nagyon sokan a négy fal között ragadtak, ugyanott dolgoztak, és ugyanott feküdtek le, és ugyanott élték a mindennapjaikat otthon, ami hát ugye bezártságérzet, szociális háló hiánya és a több nagyon rányomta a bélyegét a lelki folyamatokra. A gyomorkeserűkre több mint 34 milliárd forintot, míg vodkára 31 milliárdnál is többet költöttek a magyarok. A képzeletbeli dobogó harmadik fokát a whisky foglalja el 18 milliárd forinttal. Pálinkára 14 milliárdot, likőrökre 9,5 milliárdot, brandyre 5,5 milliárdot, rumra 4,5 milliárdot, vermutra pedig megközelítőleg 2 milliárd forintot költöttünk egy év alatt. A pszichológus véleménye alapján tulajdonképpen semmi meglepő nincs abban, hogy a kutatás növekvő alkoholfogyasztási tendenciát mutatott ki a vírushelyzet időszakában. Nem csodálkozom rajta, hogyha esetleg ez a kutatás ilyen jellegű eredménye jutott, hogy több ilyen úgymond hangulatmódosítószert kellett használni ahhoz, hogy egy kicsit szorongásunkat, egy kicsit a valóságtól való elmenekülésünket segítsük. A legnagyobb erősödés a gin tekintetében volt megfigyelhető. Az 53%-os növekedés 4 milliárd forintos forgalmat jelentett.